Ez a Kérdezzen Nógrádi Györgytől külön kiadása. Azért külön kiadás, mert most két választásról fogunk beszélni, méghozzá tartományi választásokról Németországban, Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalz tartományban, ugyanis a hétvégén választásokat tartottak. Hogy mi történt, erről fogunk beszélgetni Nógrádi György tanárúrral. Itt van velünk a vonalban, jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Ugye annyit már lehet tudni, hogy Baden-Württembergben a zöldek, Rajna-vidék-Pfalz tartományban pedig a szociáldemokraták kapták a legtöbb szavazatot. Hol a CDU ebben a versenyben? Rendkívül érdekes. Baden-Württembergen hosszú időn keresztül a CDU kormányozta. Elképesztően érdekes, nagy nevű tartományi miniszterelnök voltak, és azért ebből a tartományból, és hát ön két tartomány mondott, mindkettőből jött egy-egy német kancellár, az egyikből Kurt-Georg Kiesinger, a másikból Helmut Kohl. A CDU most mindkét tartományban történelme legsúlyosabb vereségét szenvedte el. Óriási a botrány Berlinben, Baden-Württembergben, ahol a zöldek simán nyertek, és Kretschmann, aki 72 éves, utcahossznyi győzelmet aratott, a CDU 23%-ra ment le, ami az előző választásokhoz képest is nagy vereség, mert 5 évvel ezelőtt, 2016-ban még 27%-ot szerzett. A Rajna-vidék-Pfalzon, ahogy ön mondta, a CDU pár héttel ezelőttig úgy nézett, hogy megveri az SPD-t. És rendkívüli volt a boldogság, és az utolsó napokban az SPD följött, 34%-kal győztek, a CDU pedig az előző választásokon elért 31,8%-ról lement 26-ra, történelmi mélypont. És mindkét tartományban egyértelmű volt, hogy személyre szavaznak. A szociáldemokrata jelölt, a 60 éves Dreyer, az egyik legnépszerűbb német politikus, és simán nyert. Nagyon-nagyon érdekes, hogy óriási volt a levélszavazatok aránya. 50% volt Baden-Württembergben a levélszavazat, 65% volt Rajna-vidék-Pfalzon a levélszavazat, és ez azért érdekes, mert a levélszavazatokat előre feladták, tehát a CDU-nak az elmúlt napokban nagyon csúnya botránya volt Berlinben. Kiderült, hogy két képviselő is elismerte, hogy pénzt fogadott el azért, hogy a maszkügyekben próbál közvetíteni, és ugyanilyen botrányba keveredett, tehát a bajor kormánypárt a CDU egy képviselője is. Tehát nagyon rosszul áll a CDU-CSU, de meg kell mondani, hogy ebben az évben 6 tartományi választás lesz, ebből 2 volt most, 4 még hátra van, és utána jön az ősz. Talán egy mondat. Baden-Württemberg és Rajna-Pfalz előtt az volt a német szakértők véleménye, hogy új kormány jön ősztől, a CDU-CSU a zöldekkel fog koalíciót létrehozni. Most először fogalmazták meg a CDU illetékes vezetői, hogy attól félnek, hogy a CDU ellenzékbe kerül, és az úgynevezett Ampel lámpa koalíció lesz, ami azt jelenti, hogy pirosak, sárgák, zöldek, szociáldemokraták, liberálisok és zöldek. Ez azt jelenti, hogy most a nagy kérdés az, hogy Baden-Württembergben milyen kormány lesz, hiszen a Kretschmann, aki a zöldekkel utcahozni győzelmet aratott, választhat, hogy a CDU-val folytatja a koalíciót, vagy pedig koalícióra lép a sárgákkal, tehát a liberálisokkal és a szociáldemokratákkal. Említette, hogy lesz több más tartományi választás is a következő időszakban. A mostani eredmény mennyire vetíti elő a CDU jövőjét ezekben a tartományokban, vagy elmondhatjuk, hogy minden tartomány más és más? Németország sajátosság az, hogy minden tartomány más és más. A 16 tartománynak 16 történelme van és személyiségek. Nekem rendkívül érdekes volt az, hogy gyakorlatilag Baden-Württembergben a CDU nevében egy bűbájos, aranyos, egyszerű hölgy nyilatkozott, aki a kormány tagja volt eddig, de semmilyen karizmatikus megjelenése nem volt. A Rajna-Pfalzi tartományban a CDU vezetője és kancellár jelöltje egy Bahndorf nevű 53 éves politikus volt, aki jól fölkészült, aranyos, de semmilyen karizmája nem volt. A Dreyer lesöpörte az ellenfelét, és a német lakosság is így érezte Rajna-Pfalzba. Tehát a válaszom az, hogy a tartományok sajátossága, hogy személyre szavaznak. Tudom, hogy országosan is, de is sokkal jobban kijön. Hát Rajna-Pfalzba összesen 3,1 millió embernek van szavazati joga. Érdekes, hogy a részvételi arány 64% volt. Baden-Württembergben 7,7 millió embernek van szavazati joga,
a részvételi arányít 62,5% volt. Tehát nyilván itt idézőjelben minden párt összekapja magát. Az AfD viszonylag jó szerepelt, mindkét helyen valamennyit vesztett, de annyit látni kell, hogy 5 évvel ezelőtt a választási harc középpontjában a migráció kérdése állt, most a migrációt fölváltotta a koronavírus. És mindent ez vitt. Ez volt az első szavazás Németországban, hogy több mint 10 millió embert hívtak az urnákhoz vírusjárvány idején, és a migráció nem játszott szerepet. Nagyon érdekes, hogy a németek mindenről statisztikát csinálnak. A Kretschmann népszerűsége 69% volt a 16%-os CDU jelöltel szemben. Minden mutatóban jobb volt a zöld Baden-Württembergben, mint a CDU. Az is rendkívül érdekes volt, hogy mindkét tartományban idézőjelben a 60 év fölötti öregek szavaztak a zöldet, illetve a szociáldemokraták mellett, és az is rendkívül érdekes volt, hogy tömegek szavaztak át, 70 ezer ember szavazott át a CDU-ból a zöldekre, csak Baden-Württembergben. Tehát meghatározóak a személyek, meglátjuk, hogy mi lesz a többi tartományi választáson, és meglátjuk azt, hogy Merkel miután visszavonul, milyen szerepe lesz a CDU-ban. És most még van Merkel, mi lesz, hogyha nem lesz Merkel, vagy ő most már többet árt a CDU-nak, mint használ. Én próbálok rájönni arra, hogy mi lehet ennek a szörnyű eredménynek az oka. Nagyon sok minden. Részint az, hogy a CDU-CSU most kevésbé népszerű országosan. A másik az, hogy most volt először olyan felmérés, hogy a német lakosság 50%-a ért egyet azzal, hogy Merkel a vírus járványt kezeli, 49% nem. A másik az, hogy Merkel ugyan bejelentette, hogy visszavonul, de egyértelmű volt, hogy néhány nappal ezelőtt, amikor a CDU elnökét megválasztották, a döntőbe ugyanúgy, mint 2 évvel ezelőtt Merz került be, a első fordulót Merz megnyerte, alásette a szembe, de a harmadik kieső Söder helyett az emberek átszavaztak a Merzzel szembe a Laschetra. A Laschetet mindenben Merkel támogatta, és a tagság körébe ez azért nem változott ki túl nagy szimpátiát, a pártvezetés körébe igen. Tehát itt a nagy kérdés az, hogy áprilisban ki lesz a kancellár jelöltje a CDU-CSU-nak, 4 szem közt fog egyeztetni egymással Laschet és a bajor miniszterelnök Söder. Ki lesz a kancellár jelöltje a zöldeknek, a zöld párt 2 vezetője áprilisban ül le egymással, és dönt. Tehát rengeteg a kérdőjel, őszig rengeteg idő van, de én úgy érzem, hogy a CDU-CSU-ból most az igazán karizmatikus vezetés hiányzik. Említette ugye a migrációt, mint tematizáló kérdést, ami korábban még jelen volt. Ez a migrációs lufi, ez teljesen kipukkat? Ennek a tematizálásával már nem lehet választást nyerni? Kérdezem ezt úgy, hogy nyilván a CDU ráadásul ebben a kérdésben azért mondjuk eléggé felemás módon foglalt állást. Tehát más volt a tartományi állásfoglalása, és más volt az országos állásfoglalása. A válaszom az, hogy önnek teljesen igaza van. 2015-ben a CDU ebbe a kérdésben mellé nyúlt, Merkel is mellé nyúlt, ezért ezt a kérdést nem szeretik feszegetni. Rendkívül érdekes, hogy aki a német lapok, főleg a Die Welt részéről Merkel mellett volt, mint tudósító, ő megírta a visszaemlékezését, és leírja azt, hogy Merkel sodródott. És én nem tudom, hogy be lehet-e mondani ilyet egy rádióba, de ma este a német közszolgálati televízióba pontosan ő fog szerepelni, és azt fogják megtárgyalni az ARD-be este, hogy mi volt az oka annak, hogy a két tartományból CDU ilyen vereséget szenvedett el. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a szociáldemokraták is mély menetben vannak. Tehát itt most egy olyan helyzet van, hogy a 3 úgynevezett baloldali párt országos szinten nincs többségben ma. De az őszi választásokig annyi idő van, hogyha mindegyik párt csak 1,5%-kal jobban szerepel, akkor képesek a CDU nélkül kormányt alakítani. És a szociáldemokrata kancellár előtt, aki jelenleg pénzügyminiszter és alkancelláshoz már bejelentette, hogy tegnaptól kezdve, tehát a tartományi választásoktól kezdve van realitás annak, hogy a CDU-CSU-t kihagyni, a konzervatívokat kihagyni, és nélkülök önálló erőt létrehozni és kormányozni. Ez azért egy kicsit ilyen kis gömböc effektus, nem? Tehát, hogy szépen azért beengedték a szocialistákat úgy a kormányzatokba, kormányzatok közelébe, tartományi szinten is, és akkor egyszer csak túlnő rajtuk. Nekik viszont úgy tűnik, hogy már nincs feltétlenül kedvük bevenni egy közös koalíciós kormányzásba akár a CDU-t, akár a CSU-t.
Amit ön most kérdez, az nagyon nehéz. 1949-től 1966-ig Németországban CDU kormányzott. 66-tól 69-ig volt egy nagy koalíció. Ez a nagy koalíció rendkívül felemás képet mutatott, és az akkori alkancellár külügyminiszter Willy Brandt 69-ben úgy fogalmazott, hogy bármi áron ki kell hagyni a CDU-CSU-t. A liberálisoknak minden fölkínált, az államfői posztot, az alkancellárit, a külügyminisztert, és így lett 69-től 82-ig egy úgynevezett kis koalíció a szociáldemokraták és a liberálisok közt. Utána jött a Kohl korszak, és az elmúlt időszakban már sem a CDU-CSU, sem az SPD nem akart országosan a másikkal együtt kormányozni, de mivel a liberálisok az FDP élén a pártelnök Lindner a megállapodás előtti pillanatban kiléptek a koalícióból, így nem maradt más hátra, mint újra a két nagy párt összefogása. Érdekes módon a szociáldemokraták mindig azt érezték, hogy Merkel leiskolázza őket, és fokozatosan teret vesztenek. Ezért a mostani országos helyzetben már mind a CDU-CSU, mind az SPD kijelentette, hogy még egy nagy koalíció nem jöhet, nem hajlandók a másikkal kormányozni. Na most ettől kezdve, ugye a politikában tudjuk azt, hogy nem az azt jelenti, hogy talán. De ettől kezdve a CDU-CSU-nak egy esélye van összefogni a zöldekkel. Elvileg lehetséges lenne egy CDU-CSU liberális kormány, a liberálisok erre is hajlandók lennének, de a jelenlegi helyzetben a kettő pártnak együtt alig van több mint 40%-a, és ha nem jön létre a CDU-CSU zöld összefogás, abban a percben a zöldek kancellárt hozhatnak, és a három baloldali párttal vezethetik Németországot, ha az eredményekhez megfelelően lesznek. Izgalmas lesz a következő időszak. Nógrádi György, köszönjük szépen! Én köszönöm szépen!